Viatorbágy életében ez a legnagyobb olyan projekt, amely önkormányzati kivitelezésben készül az eddigi időket nézve. Ugye egy bölcsöde, óvoda és főzőkonyha épül ezen a helyszínen, és ez három különböző pályázati forrásból tud megvalósulni. Viszont az épületek, illetve a maga a főzőkonyha az egy egységet képez, és maga a környezet is. Ettől lett ilyen bonyolult ez a projekt, amelynek az előkészítése sok-sok évig tartott. És ahogy ez lenni szokott majd minden kivitelezés esetében, hogy a hosszú előkészítés után a kivitelezés a tulajdonképpen a legrövidebb szakasza egy ilyen méretű projektnek. Körülbelül egy év lesz erre. Mind a három elem Európai Uniós pályázati forrásból valósul meg részben. Tehát támogatást nyertünk el a bölcsödére és az óvodára kicsit több mint 800 millió forint értékben, a főzőkonyhára pedig néhány millióval meghaladja 300 millió forintot a támogatás értéke. De ebből az összegből ez a projekt ez nem finanszírozható, ezért önkormányzati önrészre is szükség van, ami természetesen elő is volt írva a pályázati feltételeknél, tehát egy több milliárdos projektről beszélünk, ezért mondtam ezt, hogy Biatorbágy életében ez az eddigi legnagyobb önkormányzati beruházás. És hát milyen igényt elégít ki? Azt olyan nagyon nem kell ecsetelni. Egy lakóterületet látnak. Ennek a lakóterületnek az intézményi ellátottsága az igen korlátos. Tehát sem bölcsöde, sem óvoda, sem egyéb más intézmény nincs a területen. Ezzel a fejlesztéssel a bölcsödei és óvodai ellátás ennek a területnek, és természetesen a település egészének nyújt majd lehetőséget arra, hogy megfelelő körülmények között biztosítsa azt az ellátást, ami bölcsödei és óvodai területen szükséges. Viszont ahhoz, hogy ez a projekt megvalósuljon, egyéb kiegészítő beruházásokat is végezni kellett. Pontosabban egy csapadékvíz elvezetésnek a végső szakaszánál tartunk, tehát ezen a területen, ahol most az építés megkezdődik, egy csapadékcsatorna húzódott nyílt árokban, és ez került zárt rendszerbe és a közterület alá, és ez volt, ami megelőzte ezt a fejlesztést, és ezzel párhuzamosan folyik egy szintén ehhez a területhez kapcsolódó fejlesztés, ami szintén Európai Uniós forrásból tud majd megvalósulni. Ez pedig egy zöld terület fejlesztés, ami innen a forrástól indul és egész a viaduktig tart. Ennek a pályáztatása folyik jelenleg. Tehát ez a terület egy nagyon nagy megújuláson fog átesni, és remélhetőleg egy éven belül itt egész más környezet lesz. Én ehhez a munkához kívánok sok sikert a kivitelezőknek, az új testületnek, és hát természetesen a hivatal ezzel a projekttel foglalkozó munkatársainak. Amiről itt szó van, mint az már elhangzott, de engedjék meg nekem, hogy a leglényegesebbeket én is összefoglaljam. Egy bölcsőde, egy óvoda és egy főzőkonyha építés és a projekt összértéke majdnem 3,5 milliárd forint, 3 milliárd 400 millió forint. Kicsit konkrétabban, építünk egy új 4 csoportszobás, 56 férőhelyes bölcsödét, amely a már működő Gólyafészek bölcsöde tagintézménye lesz, amikor elkészül, és szintén épül egy új 4 csoportszobás, 100 férőhelyes óvoda, amely pedig majd a Benedek Elek óvoda tagintézménye lesz, és épül ehhez az óvodához és ehhez a bölcsihez egy főzőkonyha is. És mindent megteszünk azért, hogy ezek az intézmények és épületek legkésőbb a jövő év végére elkészüljenek, és a biatorbágyiak birtokba vehessék ezeket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a választókörzetemről hadd mondjak néhány mondatot, mielőtt néhány mondatot mondok arról, hogy a kormány mit is gondol a családokkal kapcsolatban. Tehát a választókörzetem 17 településből áll jelenleg, és a budakörnyéki régióban nagyon sok a fiatal, kisgyermekes vagy nagyobb gyermekes család, és ez nagyszerű. Ennek nagyon örülünk, a gyermek a legfontosabb, a gyermek az első
én is gyakorló apukaként ismerem a bölcsis dolgokat, most éppen már az ovis dolgokkal ismerkedem, tehát pontosan tudom egy jó bölcsinek és egy jó ovinak a jelentőségét. Tehát sok a gyermekes család, és ennek nagyon örülünk. Ezeknek az embereknek teljesen jogos igénye az, hogy őket a lehető legjobb infrastruktúrával kiszolgáljuk. Legyen szó akár útról, járdáról, ivóvízről, szennyvízről, bölcsiről, oviról, iskoláról, vagy bármi egyébről. Ezért is fontos a mai nap, mert itt most bölcsöde és ovi, valamint főzőkonyha alapkövét fogjuk letenni. Ugyanakkor a teljes igazsághoz hozzátartozik az, anélkül, hogy nagyon ünneprontó akarnék lenni, hogy jelentős elmaradásaink vannak a Buda környéki régióban. Én ugye 2 éve lehetek ennek a térségnek az országgyűlési képviselője az itt élő emberek bizalmából. Igyekszem meg is tenni mindent, de jelentős elmaradásaink vannak azzal kapcsolatban, hogy a már itt élőket kiszolgáljuk. Most arról, minek utána tényleg nem szeretnék nagyon ünneprontó lenni, arról, hogy ez hogyan alakult ki, arról hosszabban nem beszélnék, elég csak azt a szívemhez közel álló mondatot mondani, hogy bár ez nem jogi kategória, nem vagyok jogász, de politikai kategória számomra mindenképpen, azokat, akik felelősek azért, itt évtizedes távlatokra gondolok, hogy a Buda környéki régióban sokkal többen laknak ahhoz képest, amit az infrastruktúra, az imént említett infrastruktúra elbír, így sok ember adott esetben nem jut megfelelő kiszolgáláshoz, ezeket az embereket én börtönbe zárnám. Ez politikailag az én értelmezésemben hűtlen kezelés, amit az elmúlt évtizedekben, itt önkormányzatokról beszélek, nem okvetlenül regnálóról, évtizedekről beszélek, de amit ezek az emberek végrehajtottak, az az én értelmezésemben a hűtlen kezelés, és ha rajtam múlna, börtönbe zárnám őket. Zárójel bezárva, vissza az ünnepi alkalomhoz. Tehát mindent megteszünk azért, hogy a jelentős lemaradás ellenére is a már itt élőket, Buda környéken élőket kiszolgáljuk, és ezzel kapcsolatban, ezzel a munkával kapcsolatban egy fontos lépés a mai nap is ennek a ovinak és a bölcsödének az alapkületétele. Hadd mondjak néhány gondolatot arról is, amit a kormány gondol mindezzel kapcsolatban. Tehát a kormány és a kormánypártok nagyon fontosnak gondolják a közösségeket úgy általában, és természetesen a legfontosabbnak a legkisebb és legalapvetőbb közösséget, a családot. Éppen ezért a kormány és a kormánypártok egyik legfontosabb, vagy talán legfontosabb célja az, sok fontos célunk van, de mindenképpen a legfontosabbak között van a családok, a gyermeket vállaló és gyermeket nevelő családok támogatása. És itt megint hadd hozzak néhány számot, tehát 2010 óta 3,5-szeresére növeltük a családtámogatásra fordított összegeket és forrásokat, ez most 3300 milliárd forintot jelent, és a GDP arányosan nézzük, ez Európában a legnagyobb, legmagasabb adat, és az egész világon kiemelkedő. Már 250 ezer család jutott ingatlanhoz, vagy bővítette az otthonát. A CSOK, ugye a családi otthonteremtési kedvezmény, vagy CSOK plusz segítségével, tehát 250 ezer család. Ami még fontos az az, hogy 370 ezer család otthona újult meg az otthonfelújítási program segítségével, és ennek köszönhetően a babavárót már 245 ezer család vette igénybe, és soha annyi gyermek nem kapott ingyenesen tankönyvet, ingyenesen vagy kedvezményesen étkeztetést, mint jelenleg. Tehát mindent megteszünk a kormány és a kormánypártok országosan, illetőleg itt a Buda környéki régióban én is mindent megteszek azért együttműködve a helyiek által megválasztott polgármesterekkel, önkormányzatokkal, hogy a lehető legnagyobb mértékben kiszolgáljuk a már itt élők jogos igényeit, és ezzel kapcsolatban egy fontos lépés itt Biatorbágyon az, hogy az említett férőhely bővítések mellett ez a bölcsi és ez az ovi, ráadásul főzőkonyhával, ráadásul energiahatékony megvalósítása, tehát napelemekkel, hőszivattyúval és minden egyébbel meg tud valósulni. Köszönöm mindenkinek az eddigi munkáját, aki tett ezért, és a jövőben itt is. Mi a legfontosabb jelentősége ennek a mai bölcsődei, óvodai beruházásnak, aminek most az alaptételén járunk, vagyunk? Ez azt jelenti számomra ez a
ez a mostani alapkő letétel is, illetve a Beatorbágyon az utóbbi években végrehajtott beruházások, hogy talán kezdi felismerni a helyi politika is, talán az országos politika is a Budapest agglomerációjának a mondjuk úgy, hogy tarthatatlan helyzetét. Bővülés történt a megfelelő intézményi fejlesztések nélkül. Ez nyilván nem az utóbbi 5-10 évnek a hozadéka, hanem talán még az azt megelőző időszaké is. Most ott tartunk itt Beatorbágyon, hogy próbáljuk utolérni a lakosságszám növekedést, próbáljuk utolérni az intézményi háttérnek a bővülésével. Ezt követően nyilván majd a szolgáltatásoknak a bővülése is még hátra van, illetve egy másik nagyon nagy falat az infrastruktúra, a közműveknek a fejlesztése és a közlekedés fejlesztése. Hát ez a részben talán a mi feladatunk, de talán még az utánunk, mivel ezek ugye hosszú távú beruházások, inkább talán még a minket követő városvezetéseknek is a feladata lesz. De el kell indulni, mert akkor nem érkezünk meg, ha nem indulunk el. Október elején alakuló ülés lesz az új képviselőtestületnek. Mi lesz az első feladat? Van erre már valamilyen terv? A mi alapgondolatunk, hogy a folytonosságot fent kell tartani. Tehát most az, hogy változik egy városvezetés, ez nem azt jelenti, hogy akkor most mindent át kell reformálni, mindenféle átgondolás nélkül. Mindenképpen szeretnénk jelenleginél jobban megismerni, mert azért már ezzel foglalkozunk ugye a választások óta, a jelenleginél jobban megismerni a maga a hivatalnak a működését, a város működését, azokat a problémákat, amik valahol ott vannak az intézményekben, vagy esetleg nincsenek, de nyilván a mindennapi életüket jobban feltérképezni, megismerni, ahhoz, hogy megfelelő koncepciókat és megfelelő távlati célokat tudjunk kitűzni a város elé, illetve a város intézményei elé. Nem a politikából jöttünk, inkább a civil szférából jöttünk, tehát nekünk azért egy kicsit más jellegű rálátásunk van a történésekre és a város működésére, mint egy gyakorlott politikusnak. Úgyhogy most tanulunk, megismerünk, és nyilván azokat a dolgokat, amit mi akár rövid távon, középtávon változtatni szeretnénk, abba az irányba elkezdünk dolgozni.